Mennyi lesz az ára ennek a fácának? Hát 5000-re gondoltam. Mennyire? 5000. Hát az rettenetes nagy pénz ezért. Hát ez a fácán az drága. Azt tudom, de hát ezért alig van milyen, egy kis husika. Nézd meg, milyen szép. Ez csak csontból áll. Hát annak felá az 5000-nek. Dehogy. Nem tudom ma ennyire adni. Ilyen hát lábakkal, ilyen. Akkor te részétnek fogom eladni, és akkor 2005-ér vevők vagyunk rá. Hát készpénzzel fizetjük. 2500. Jó, 2500. Akkor most fele áron odaadom. Rendben van. Kedves kis házi asszony, kapunk hozzá egy fürjecskét is? Igen. Hogy jobb legyen a levesünk? Igen, ez egy kicsit más húsa van, de hasonló azért, mert ő is elég vad. Ezen nincs annyi ennivaló, mint egy fácánon, de nézd meg, hogy milyen kis mellehúsa van. Úgyhogy ez egy falattal több lesz. Mi kell akkor ebbe a fácán levesbe? A sárgarépa, zöld paprika, paradicsom, hagyma, zeller, petrezselyem, minden itt van, meg fokhagyma. Tehát akkor most a forró vízbe belekerült a fácán. Igen, a fácán. És mi jön még bele? Jön a fürjecske. Ez minek kell az a fürj? Ízesebb legyen a leves. Beletesszük az aprólékját is. Mi ez? Az uzza. Májat nem maradt túl, ez zavaros lesz a leves. Zellert. Igen, most még a sárgarépa. Sárgarépa is mellé. Kifelé megy a füst. Nem tudja? Mondjam? Igen. Azt mondják a bolond felé, mert az okos elmegy előle. Hát most én is úgy csinálok, elmegyek előle. Hagymát teszem, a vörös hagymát. Igen. A zöld paprikát. Igen. A paradicsomot. Csak ezen is rajta van a csumája. Nem fog ez a bogrács fölborulni? Hát, fölborulni nem, de elég kicsi bogrács. Most még beletesszük a fokhagymát. Ezt így egészben? Igen, ilyen girisztekbe. Ezt a magyar borsot beletesszük. Tehát akkor a Szentgyörgy gomba... Amiből ami... majd a paprikás is készül, abból most teszünk bele a levesbe, hogy ízesebb legyen. Igen, na most ez a Szentgyörgy gomba, úgy hallottam, hogy innen a környékről származik. Igen, innen származik, a mi határ, a falu határából. Keresett gomba, de nem minden vidéken terem meg. És folyásokon van, úgyhogy aki nem tudja, hogy hol keresse, az nem tud szenni. Hát nem úgy van, hogy megyek az erdőbe, aztán meglátom. A szerecsendiót a levesbe teszem. Egy piros paprikát fogok a levesbe tenni, csak nem akarom, hogy nagyon. Tehát akkor belekerül egy erős, ez egy erős paprika, piros paprika? Igen, egy erős paprika. Egy kis delikádot is teszek bele, mert ez pótolhatatlan már. Ez a delikád, ez micsoda? Ételízesítő. Elég annyi só? Mi? Hát talán sok is. Nem. Nem sok, de többet nem teszünk bele. Ez olyan telített leves, hogy ennek leve nem lesz. Gomba, fácán, fűri, minden van benne. A májacska mikor megy bele? Majd, hogy mielőtt a levestésztát beletesszük. Na, hogy áll nekünk ez a fácán levesünk? Azt akarom nézni, hogy a fácán milyen lehet. Hát még elég kopogós. Mi kell neki fűni? A fácánnak a májacskáját beletesszük utoljára a levesbe, mert ezt azért nem szabad korán, mert akkor zavaros a leves. Leszűrjük a levest, és utána föltesszük forni. A leszűrt fácán levesbe beleteszem a tésztát. Ebből lesz a bakony szelet. Ezt a húst felaprítom. Nagyon rendes volt a hentes, mert egy darab szűzpecsenyét adott, ami nagyon finom falat lesz, és nagyon hamar el is készül. Most elvágom, felszeletellem. Megcsináljuk a bakonyszelethez a nokedlit, kiöntjük a lisztet. Egy kiló liszthez hozzáteszünk 8 darab tojást. Só mennyiséget
a vizet. Mennyi víz kerül hozzá? Hát azt olyan találomra. Mikor tudja az ember, hogy már jó? Amikor felveszi a lisztet, a tojás meg a víz jól össze van keverve. Ebben nem kell víz, több azt látom. Most kezdődik a nokedli szaggatás. Gyönyörű, apró kis nokedlikat hoz fel a víz. Itt a friss nokedli, amit a forró vízből kiszedünk a szűrőkanálba. Hideg vízzel leöblítjük, és úgy megy az olajba. Most besózzuk a hússzeleteket. Delikádot teszek rá, hogy ízesebb legyen a hússzelet. Most belemártom a lisztbe, és úgy teszem bele a forró olajba. Ez körülbelül mennyi ideig kell sütni? Egy 20 percig. Megforgattam a hússzeleteket, hogy mind a két oldalán is süljön át. Tejföl meg liszt habarása megy rá a gombapörköltre, ami már előre el volt készítve. Most a tejfölbe beletettem a lisztet, összekeverem, és a habarást ráöntöm a gombára. És akkor megkapjuk a finom gombapaprikást. Ez a tócsi krumpli, el lesz megpucolva, leleszelve, és ebből lesz a tócsi. Itt falun nagyon szeretik a tócsit. Valamikor pár évvel ezelőtt nem volt olyan ház, ahol minden héten ne sütöttek volna tócsit. Sütötték tepsibe, sütőbe, de máma már jobban sütik palacsinta sütőbe, mert egyszerűbb és a fiatalasszonyoknak úgy kényelmesebb. Lereszeljük a krumplit, utána belekerül a liszt, a só, a kefir, aztán kisütjük tepsibe is, egy palacsinta sütőbe is. Tócsi masszához lesz két tojás. Egy kis borsót, ne borsózz össze. Egy kis sót teszünk hozzá, kettő kefirt teszünk bele, hogy lazább legyen a tésztája. Most jól kikeverjük a tésztáját neki. Egy kis olajat teszünk a tepsibe, elvegyítjük, és utána beletesszük a tócsi masszát. Mikor mi gyerekek voltunk, a szüleink azok nem sütöttek palacsintasütőbe, csak tepsibe. És mindig a tepsinek a sarkából kértük a tócsit, mert az süt pirosra, annak ropogós volt a széle. Letesszük a tepsit a sütőbe, és egy fél óráig sütjük, hogy átsüljön. Közben megnézhetjük, hogy hogyan pirul. A megmaradt tócsi masszát kisütjük serpenyőbe, mert a fiatalok máma már úgy csinálják, nem tepsibe, mint ahogyan régen szokták. Megforgatjuk a tócsikat. Hű, ez már szép piros. Megpirultak. Másik felét is meghagyjuk neki sülni. És akkor erre jön... Utána lehet fogyasztani. Tejföl tenni rá, és lehet fogyasztani.